Viszont van egy újabb díj, amiről most beszélni fogunk, a Nemzeti Sport honlapján olvasható a Kötény blog, méghozzá Csepei Adrián kezdeményezésére. Ez a blog megválasztotta a Kötény díjasokat, 9 kategóriában osztották ki a legjobb női futballistáknak, játékvezetőknek és asszisztenseknek. Több mint 1500 szavazat érkezett, és valóban nagyon jó a kezdeményezés, hiszen elég kevés szó esik a női labdarúgásról, pedig világszerte egyre népszerűbb. Péter, ha jól tudom, te szavaztál is ebben a bizonyos kezdeményezésben. Igen, hiszen a futszában tevékenykedem, de nekem meglepetés, hiszen Pádár Anita ugye az évjátékos a nagypályán is és kispályán is. Én nem tudom elképzelni, hogy ennyi lehetőségből. Ráadásul gólkirály is, most már nem tudom, hogy hány éve, minden évben ő a gólkirály, úgyhogy szerintem azért neki egy díj mindenféleképpen járt volna, de ugye elnézem, folyamatosan csak szombathelyi. Igen, azért itt erősen működtek a szombathelyi. Ezzel nem akarom elvenni az ő érdemeiket, de az biztos, hogy nálam ez egyik díjat mindenféleképpen megérdemelte volna. Hát a női foci, ahogy mondtad, az nagyon nagy üzlet már mindenhol, és nagyon nagy teret foglal. Kicsibe látom a lenyomatát egyébként a férfi labdarúgásnak, csak rövidebb idő alatt történt. Egy időben végigvertük a világot, és nagyon jók voltunk, és amikor a többiek feleszméltek és felmérték, hogy itt lehet építkezni, akkor elkezdtek építkezni, edzőt képezni, pályákat csinálni, csapatokat, lányokat toborozni, és egy ilyen 10, de javíts ki, ha nem így van, 10-15 évet elmentek mellettünk, és egy más dimenzióba játszanak az angolok vagy az amerikaiak. Tehát ezt láthatjuk, mindig ez jut eszembe, de az kétségtelen, hogy foglalkozni kell vele, hiszen a labdarúgásnak már nagyon régóta része. Sőt, az UEFA is előírta, ugye, hogy a női futballt föl kell vállalni és támogatni kell. Kluboknak is előírás, hogy előbb-utóbb kell, hogy legyen női csapatuk. Úgyhogy... Bőven elfogadnánk annyi nézőt, mint tavaly a női világbajnokságon, így akár van. Férfi meccsen. Igen, és néhány olyan meccset is, amit ott láthattunk, mert volt elég jó meccs, úgyhogy én csak annyit tudok mondani, hogy le a kalappal a lányok előtt. Hát én nem vagyok nagy ismerője a női futballnak. Hát ha megkérdeztek volna, akkor valószínűleg levette fölhívom a Hevesi Tomit, hogy mondjam már valami értelmeset, és akkor utána. De azt hiszem, hogy akik ott vannak, és akiket kitüntettek, azok biztos megérdemlik. És reméljük, Csepei Adrián is folytatja ezt a munkát. Ő egyébként volt korábban vendégünk a harmadik félidőben, ismerhetik a Sport TV kedves nézői is.